A Mi Hazánk mozgalom színeiben dr. Cserekje Krisztina indul Vácon a polgármesteri székért az őszi önkormányzati választásokon. Ezt ma délelőtt jelentette be a polgármesteri hivatal épülete előtt Fülöp Erik, a Mi Hazánk mozgalom országgyűlési képviselője. Cserekje Krisztina nem ismeretlen a váci politikai közéletben. 2006-ban már egy váci egyesület támogatásával elindult a polgármesteri székért. Pénteken délelőtt dr. Fülöp Erik, a Mi Hazánk mozgalom parlamenti képviselőcsoportjának vezető helyettese a Városház előtt jelentette be. Dr. Cserekje Lapvajk Krisztinát indítják a radikális párt polgármester jelöltjének. Mint elhangzott, a politikus asszony fiatalkora óta követi a politikát. Édesapja, Cserekje Károly, mint alpolgármester és mint képviselő is dolgozott a városi testületben. Cserekje Krisztina május óta tagja, az alig egy éve alakult Mi Hazánk mozgalomnak, ahol közben ágazati vezetői pozíciót is betölt, emelte ki Fülöp Erik. Krisztina a Mi Hazánk mozgalom környezetvédelmi, állatvédelmi kabinetjének, a Zöld Hazánknak a vezetője, az elnöke. Én azt gondolom, hogy ez a sok-sok jó, és az a hatalmas szakmai tudás, amelyet most felsoroltam, és amelyre szerettem volna rávilágítani, vagy felhívni a figyelmet a jelenlévő média képviselőinek, az bizonyítja azt, hogy egy rendkívül alkalmas ember lehet Krisztina, aki egy közösséget jól és határozottan, megfontoltan és korrupciómentesen tud vezetni. Éppen ezért én jó szívvel ajánlom a váci választópolgárok figyelmébe, és egyben kérem őket, hogy az októberi helyhatósági választáson a mellettem álló dr. Cserekje Lapvaj Krisztinát támogassák. Cserekje Krisztina elmondta, programja egyik központi eleme a város tisztasága és a hulladékkezelés problémáinak megoldása. Kiemelte, szakmája a környezetvédelem, 16 évet tanult, hogy megszerezze a megfelelő kompetenciáit, de külföldi és hazai tapasztalatokkal is rendelkezik ezen a területen. Mi, nekünk az egyetlen célunk, hogy leváltsuk a váci vezetőséget, és helyette egy tiszta, becsületes kormányzás, illetve vezetőség alakuljon ki a városba. Ehhez arra van szükségem, hogy a választókat megnyerjem, mind a szaktudásommal, mind az ehhez kapcsolódó munkámmal. Ehhez tartozik a hozzám lévő csapatom, akikből 10 körzetben mindegyik helyen megfelelő szakembert fogok felállítani. Ők társaim lesznek a munkában, és becsületes, tisztességes módon fognak eljárni a továbbiakban is. A jelölt hozzátette, szeptemberben egy konferenciát szervez Vácra, ahol környezetvédelemmel kapcsolatos nyugat-európai technológiákat szeretne bemutatni. Cserekje Krisztina a híradó kérdésére elmondta, külföldön él, de felkészült arra, hogy megválasztása esetén visszaköltözzön a városba.